Életünk egyik legnagyobb ellentmondása mi? Nagyon egyszerű, mert minél jobban élünk, annál rosszabbul élünk. Ugyanis mi ezzel feléljük azokat a földi erőforrásokat, amelyek már az utánunk következőknek nem jut. Tehát minél jobban élünk, annál rosszabbul, annál embertelenebb módon élünk. Ezt azért célszerű lenne megfigyelni, vagy mindenféle a Föld által adott adottságokat habzsoló embereknek a figyelmébe ajánlani. Ezek Galánffy Csaba gondolatai, mely a Milyen jövő vár ránk című előadásában hangzott el május 24-én a Bocskai Rendezvényközpontban. A Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör szervezte előadáson a hallgatóságot és a Galánffy testvéreket Cető Viktória üdvözölte, elsőként köszöntve Galánffy Csabát. Azt láttuk a meghívónkon, hogy egyetemi előadó tanárként, de én azt gondolom, hogy sokaknak kedves ismerősként, jó barátként vártunk ide-vissza. Örültünk nagyon a januári gondolatainak, nagyon feltöltődve, épülve, szellemi és lelki élményekkel indultunk haza januárban. Én azt gondolom, hogy ez most is így lesz. A mai előadásának a címe, Milyen jövő vár ránk. Tisztelettel köszöntöm Galánffy Andrást is. Akit hála Istennek gyakrabban látunk a városban, mint a testvérét. Őt is mindig szívesen látjuk, de örömünk az, hogy András nagyon sokszor megörvendeztet bennünket előadásával, gondolataival, jelenlétével. Ez most is így lesz. Az előadásra való ráhangolódást Kossuth Díjas előadó művészünk I.S. Gyula két figyelmeztető versével alapozta meg. Választását azzal indokolta, jövőt építeni a múlt nélkül nem lehet, és nem is érdemes. Idézett a költő Nem menekülhetsz című verséből. Meg tudtad te szokni? Volt vele részed a kapát? Emlékszel? Emlékezz apádra, mit szokott ő meg? A halált. Sorsa derekán mit szokik meg, mind-mind, hisz tudod a szegény. Kínlódva jártam föl alá a hajó lüktető fedélzetén. Bolond vagy, sziszegtem magamba. Áruló, az vagy, semmi más. Csattant egy másik hang fülembe, s tagolta egyre rá a dohogás. Áruló, hazug, nyomorult vagy, lapuló bérenc. Ha megint alul kerülnél a fűtőköz, megszoknád azt a folytást, azt a kint. A korlátnak dőlve vívódtam, s úgy éreztem, mint a apám fűtene lent, mint rég fűtött is napszámra a dróg birtokán. Mint a apám és minden ősöm dohogott volna föl a sírból, verte a rengőpadló talpamat. Néztem kapkodva vizet, a futó tájat, mintha vele már nem is ez a hajó futna, hanem a dohogó történelem, mintha dühöngve, hálingerlőn, az ráznak könyörtelenül tagolva a szót. Nem feledhetsz, nem menekülhetsz, bárhová kerülj. Nemzeti önismeret alakításában meghatározó szerepe van az irodalomnak, amely nyelvi stilisztikai eszközök rendszere. Míg Galánffy Csaba januári előadása anyanyelvünk egyediségével foglalkozott, most általános sorskérdésekkel, az emberiség jövőjével. Előadását bocsánatkéréssel kezdte. A föld ökoforrásaiból jóval többet használunk föl, mint lehetne, mint szabad lett volna, mondta. Ha csak négy szót viszünk magunkkal az előadást követően, már megérte, hogy a figyelmünket a témára irányítottuk. Megismerés, megbékélés, megértés, megváltozás. A Föld ökoszisztémájában 30 úgynevezett billenési pontot mutattak ki a tudósok, ami, ha átbillen, nincs mit visszaállítani. Két ilyen folyamat már biztosan bekövetkezett.
az ausztrál korallzátonyok csökkenése és a grönlandi jégtáblák olvadása visszafordíthatatlan folyamatok, ami a klímaváltozást illeti. Az említett természeti változások mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberiség olyan növekedési kényszerben van, amit nem bír el. Röviden, a bőség kora lejárt. Az energia, a víz, a hitel és a végtelen technikai fejlődés tarthatatlan. Következzen előadásának néhány különösen beszédes részlete. Fenntartható fejlődés. Ezt lépten nyomon halljuk ezt a kifejezést. És erre akadémiai bizottságok, meg mindenki alakultak, és a ENSZ-nek is van egy ilyen szervezete. Na most egy ötödikes osztályos gyerek tudatával belátható, hogy egy végtelen fejlődés fenntarthatatlan egy olyan bolygón, amelyen az ökológiai rendszer véges. Mert sajnos az elmúlt 4,5 milliárd évben a mi drága kis földi bolygónkra nem jutott, nem esett 200-300 millió tonna új anyag, ami gazdagított volna bennünket. Ami viszont mint embert a legszomorúbbá tesz, hogy sajnos gyakran használjuk azt a fogalmat is, hogy homo sapiens, bölcs ember. Tessék! Ha valaki ismeri és elemzi a Föld történetét, akkor mire jut? Hogy körülbelül 120 éve nincs homo sapiens. Most nem akarom ezt elemezni hosszabban, de gondoljunk már arra, hogy akkor, amikor ezeknek a folyamatoknak a fékezésére minden összefogásra szükség lenne az emberiség legkülönbözőbb csoportjai, nemzetei, blokkjai között, akkor mi történik most? Ebben a pillanatban a kicsi kis föld golyónkon három háború dúl. És például ugye mindenki ezzel a háborús őrülettel riogat bennünket, illetve hát ugye azt is tudjuk, hogy a Tájvan miatt bármely pillanatban Kína és a Egyesült Államok között a két legnagyobb katonai hatalom között egy valóban világháború kirobbanhat. Na most, ami az ember, aki ezzel a témával foglalkozik, a legnagyobb szomorúsággal dönti el, vagy éri el, az az, hogy 51 évvel ezelőtt 200 tudós összeállt, és elkészítették a római jelentést, a római klub jelentését, a növekedés határai címmel. Annak a 51 évvel ezelőtti jóslásainak 90%-a beigazolódott, és derék döntéshozóink és nagy politikusaink mit tettek? Gyakorlatilag semmit. És mi sodródunk a lejtőn lefelé, holott 50 év alatt mi nagyon-nagyon sokat tudtunk volna tenni. Ez nem következett be. De hogy egy kicsit gondolkozzunk is, hogy nekünk van egy szent könyvünk, a Szent Biblia, és ennek én 5 részét javaslom a önök is tudatába, illetve a gondolatába. Máté evangélium 24:6-7-8-10, amely Jézus Krisztusnak a szavai, akkor ott van a János első leveléből a 4:17 fejezet, vagy Izsaiás próféta 24:14-18 versei. Ezen kívül célszerű elolvasni ugye a János jelenések könyvét, és egy olyan szent könyvet, amire bizony nem nagyon figyelnek, mert sajnos a szerkesztők nem emelték be a mi Bibliánkba. És sajnos van ilyen sok szent könyv, és ez pedig nem a Péter apokrifja. Érdemes elolvasni.
Egy összetett válságot él a világ, ami az emberi lét minden területén megfigyelhető, állította Galánfi Csaba. A föld erőforrásainak felhasználásával, az éghajlatváltozással, az energiafelhasználással, a mezőgazdaság és élelmiszertermelés hatásaival részletesebben foglalkozott. Szólt a migráció kérdéséről, úgy vélekedett, irányított társadalom átalakítás folyik, melynek eredményeként identitás és nemzeti kultúra nélküli államok jönnek létre. Kitért a mesterséges intelligencia alkalmazásának kérdéskörére is, melynek kontrollálatlan alkalmazása sokakból vált ki tiltakozást. Az előadás végén a hallgatóság kérdéseit követően arra kértem választ, ha alaposabban elkívánunk mélyedni a hallottakban, melynek egy nemrég alakult új tudományterület jelenti az alapját, kire támaszkodhatunk. Ezzel a témával, mivel tudományág, amely 8 évvel keletkezett korábban, a kollapszológia, én 6 év óta foglalkozok ezzel a témával, és a magyar és a nemzetközi irodalomnak a legnagyobbai tanulmányozom, könyveiket, előadásaikat, és ebből most egy kis összefoglalót próbáltam összeállítani, de látom és érzem, hogy ez egy nehéz téma mindenki számára, úgyhogy mérsékelnem kellett a átadandó ismeret mennyiségét. Nem akarom azt a hosszú külföldi tudós csoportot nevét felsorolni, de a magyarok közül igazából Ürge Forzanc Diana professzorasszony, akkor Szatmár Őrs akadémikus, akkor Gerencsér András professzor, akkor általam korábban is vagy én mondott két nevet, az egyik a Takács András, a másik pedig Stumpf-bíró Balázs. Ők azok, akik ezekben a témákban a legnagyobbat alkottak eddig. És ők azok, akik ennek a kornak a kasszandrái, akik föl akarják hívni a figyelmet az embereknek arra, hogy ideje lenne felkészülni egy új típusú életre, és ideje lenne új gondolkozással és új cselekvéssel a fogyasztás és a emberi mohóság mérséklésével még további évtizedeket kapni ezen a földön. Itt is csak évtizedekről beszél, jó részt az emberiség évezredekre gondol mindig, tehát hogy alapvetően kicsit reménytelennek éli meg a jövőnket, vagy nagyon? Nézze, aki nem véletlenül sodortam föl a bibliai részeket, Máté evangéliumától kezdve a János első levelén, Ézsaiás próféta, a Jelenések könyve, mert abban egyértelműen rögzítve vagyon, hogy ez a világ, ez véges. Tehát a tudósok azt mondják, hogy mi vagyunk a Földön a 6. emberiség. Tehát előttünk 5 emberiség már innen, Gája földanyáról eltűnt.